Szombaton került átadásra Kisdrogon a német betelepülés 300. évfordulója alkalmából készült emléktábla. A mű a magyarországi németek történelmének egy kulcsfontosságú részét örökíti meg, és a többi sváb emléktábla mellett kapott helyet. Az ünnepélyes átadón Ritter Imre, német nemzetiségi képviselő is részt vett. A legtöbb magyarországi német magyarországi betelepülésének a 300. évfordulóját ünnepelhetjük, ami valóban egy ünnep, ahogy itt is. És ugye az első, második generáció volt az, amelyik a török uralom után, 150 éves uralom után 50-100 éve parlagon lévő dombokat, völgyeket, hegyeket kellett újra termővé tenni és benépesíteni, ami egy irdatlan munka volt. A magyarországi németek sokáig nem ünnepelhették történelmük meghatározó eseményeit. Ritter Imre ünnepi beszédében is elmondta a rengeteg elért eredményt, amit az ország a sváboknak köszönhet. És nyilvánossá kell tegyük, amiről 7-8 évtizedig nem lehetett beszélni, hogy Magyarország mi mindent köszönhet a német nemzetiségnek az egész ország területén, a gazdaságban, a kultúrában, a sportban, mindenhol, hogy egy 150 éves török uralom után egy működő országot segítettünk csinálni Magyarországból. Az emléktábla a kisdorogi templomtól pár méterre található, a falu többi sváb emléktáblájával együtt.